számos esetben nem megfontoltan telepítettek oda, vagy működnek üzemek, és nem biztosították a korszerű technológiákat. Állandó levegőszennyezettségmérést követel a Lehet más a politika Győr-Szentivára, erről számolt be még hétfőn a Városháza előtt a párt megyei elnöke és parlamenti frakcióvezető helyettese. Az LMP közel 800 támogató aláírás gyűjtött az ügyben, állításuk szerint a városrészben élő minden harmadik, negyedik család támogatja kezdeményezésüket. A párt szerint sokszor szennyezett a levegő a térségben, ami egészségkárosodást is okozhat. Az ipari parkból származó légszennyezéseknek az összesített hatásáról semmilyen ez az eredmény nincsen. Ezeket valamilyen módon mérni kéne, az önkormányzat mobil mérőegységeket küldött ki a területre. Ezeket a mérési adatokat sem tette közzé, tehát nem ismerjük őket, illetve a másik az, hogy a lakosságnak nincs bizalma a mobil mérésekkel szembe. Folyamatos mérést, fixen telepített mérőállomást kérnek, illetve azt, hogy az a mérőállomás az azokat a feltételezett szennyezőanyagokat mérje, amik egyébként az ipari parkból származhatnak. A szentiváni nem egyedi eset az országban, a Lehet más a politika állítása szerint a jelenlegi kormányzat túl keveset törődik a tiszta levegő megóvásával. A párt több olyan rossz példát is tud, ahol a lakók folyamatosan a rossz levegőre panaszkodnak. Azt látjuk, hogy folyamatos mérések általában vagy jellemzően nincsenek, még akkor sem, hogyha a lakosság erőteljesen tiltakozik. Itt a szentiváni példa mellett tudnám hozni a szombathelyi Falkó gyár kibocsátását, ahol évtizedes probléma, és a lakosok elveszítették a bizalmukat a mérésben, mert azt mondják, hogy abban az időszakban mérnek, amikor nem olyan nagy a kibocsátás. Tehát nem elegendő csak a folyamatos mérés, hanem igen, a lakosságnak is bíznia kell ezekben a mérésekben. Az LMP a közel 800 támogató aláírást át is adta győri edzőjének, aki ígéretet tett arra, hogy a jövőben gyakrabban mérik majd a légszennyezettséget a városrészben. Egyelőre mobil mérőket vetnek be Győr-Szentivánon, bár a Lehet más a politika fix mérőállomást szeretne. Azt mondják, ha kell, önerőből is beszerzik a műszereket, és nyilvánossá is teszik az eredményeket, hogy a környéken élők végre tisztán lássanak az ügyben.